Jó estét kívánok, ez itt a Fix Rádió 98 MHz-en, és Bilierszky Emil vagyok. Ezentúl úgy néz ki, hogy vasárnap este, minden vasárnap este 9-től 10-ig én leszek egy darabig, felváltva pszichedelikus óra és a Bolgár kert, Bolgár műsor. A mostani az valahol középen van, egy kicsit pszichedelikus témák is lesznek, meg népzenei dolgok is. A vendégünk Stepanida Borisova, jakuti, szibériai, improvizatív népénekesnő. Tehát üdvözlöm a Stepanida Borisovát a Fix Rádióban. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, скажите, как вы вообще попали сюда, в Венгрию? Здравствуйте, я сама живу в Якутске, в городе, работаю драм-актрисой в театре имени Аюнского. И этот мой менеджер Миша Мальцев узнал, что в Венгрии вот идет вот такой фестиваль, и он связался с Чаба, и Чаба приглашение отправил. Я думаю, в Венгрии я никогда не была еще. Я хочу увидеть, посмотреть со своими глазами, вот какая у них жизнь вообще, какой город, вообще какая музыка, вот хоть немножко познакомиться вообще. Вот, и я приехала, и не жалею. Я уже немножко слышала разные, которые приехали сюда выступать, и очень интересные все-таки есть, вот, которые приехали. Хорошо, переведу. Степанида Ильинична, akit most hallottunk énekelni, sajnos elnézést kérek, elég rossz a felvétel, de csak ilyen kazetta jutott már nekünk, szétosztottak az összes CD-t, ami volt eddig. És aki ilyen valami elég sötét hangon, sötét zenébe énekelt, ez egy nagyon kedves nagynéni korba levő asszony, aki Jakutiában, Jakutszk városban él, és a szakmája az színházba dolgozik, tehát színésznő, és szabad idejében énekel. A menedzsere Misa Málcev, aki ott maradt most a Hungarokaroton, a kis Erzsi zenét nézni. Ez a zenekar megy éppen most a Ládmányosi Közösségi Házba, a Hungarokarot Fesztiválon. Ajánlotta neki, hallott erről a fesztiválról, és a Hajnóci Csaba, aki a fesztivál főszervezője, meghívta őket, őt,
Sztyepanyi Délinisnát, hogy jöjjön ide és énekeljen. Először van Magyarországon ez az énekesnő, de nem sajnálja, hogy eljött ide, bár panaszkodik, hogy neki már nehezére esnek a hosszú utak. Nagyon tetszik itt neki. Расскажите о том, что как вообще родилось у вас все это пение, откуда у вас идет, потому что мы говорили о том, что это не ваша профессия. Azt kérdezem tőle, hogy hogy jött neki az éneklés, mivel nem ez a szakma, bár elképesztő érdekesen énekel, nem énekesnő, soha nem volt énekesnő, és soha nem játszott, vagy soha nem énekelt zenekarba. Как у вас это появилось? Да, вот когда я родилась, как себя помню, как маленькая мне, вот 3-4 года было, я не жила даже не в деревне, а в тайге, где один дом и смотрят животных. Поэтому я росла, вот, как говорится, в тайге, где совершенно вот мало людей. И оттуда меня началось вот что-то такое интересоваться. Где-нибудь есть люди еще. И для меня это все интересно было. И сама, когда маленькая была, я немножко вот там пела. Но потом, когда я в деревню, где 7-8 лет исполнилось, я приехала учиться в деревню, и когда уже немножко стала учиться в школе, я уже слышала, как старики поют, олумхо, тоюки поют. Например, ко мне домой приходит один старик и поет, против меня сидит и поет о своей жизни. Сам тут же придумает слово, да, и поет. И рассказывает он мне о своей жизни. И вот это все интересно, вот это меня все здесь в душе вообще вот осталось. Вот почему, может быть, я пою. Az volt a kérdés, hogy hogyan kezdődött nála az éneklés, vagy honnan jött. Az a válasz, hogy ő tajgába, a szibériai őserdőbe született. Nem is faluba, hanem különálló házok volt az ős a szibériai erdőben. És még kiskorában beleszívta a természet hangjait is énekelgetett. Utána 7-8 éves korától már egy kis faluba költöztek. Kis Jakut faluba, és ott hallgatta az öreg embereket énekelni, akik, ahogy most is bemutatta, teljesen improvizatív módon énekeltek költeményeiket a saját életükről. Ezeket hallgatta, és ez maradt benne a szívébe, és attól kezdve ő is ugyanúgy csak is improvizatív módon énekel. Дальше. Вот, а что я еще дальше должна Насчет, то есть вы рассказали, как, скажем, вам было 7-8 лет, вы начали петь, потом как это продолжалось, вы же все-таки актриса. Все-таки. Да, ну потом после школы я это самое, поехала сперва это, в Новосибирск поступать в консерваторию. Я думала, я певицей буду. Но приехала, впервые я вылетела в самолете, увидела впервые. Но я опоздала на экзамен, и пришлось мне обратно домой приехать, не учиться, а работать. А потом на следующий год набрали на театральный в Москву. И я сдала и поступила туда. Но все равно, когда там училась, я импровизация всегда пела разные песни. Не якутское слово, а просто там сама врала я слова всякие придумала национальности. И пела. Ну, там, вру себе. И мотив тоже делаю. Вот так я как-то хотела петь. Вот это у меня, вот представь себе, Эмиль, 18 лет у меня вот это осталось, а сейчас мне 47 лет, и я вот то, что мечтала, вот хотела 18 лет, делаю вот сейчас. Поэтому, возможно, вот у меня вот тяга, что ты петь, что-то сказать. Возможно, я даже как драматическая актриса, я не могу все выразить на сцене, то, что меня волнует, то, все, да? Я еще хочу петь, понимаешь? Выразить себя песней.
Переведу. Вот все-таки. Tehát az történt azután, hogy 18 éves korában ő úgy döntött, hogy énekesnő lesz, és felvételizik a zeneakadémiára, Jakutszba. De mivel ilyen messzire egy nagyvárosba eljutni, az neki nem volt egyszerű dolog, ezért úgy történt, hogy lekéste a vizsgát. Ezért haza kellett mennie, és már egy évig nem tudott sehova felvételizni, és dolgoznia kellett. Következő évre valami oknál fogva, most nem fogunk belemerülni az akkori lehetőségekbe, de már nem lehet ezen akadémiára felvételizni, és az egyetlen lehetőség, ami előtte állt, az a színházi főiskola volt. Úgyhogy oda felvételizett Moszkvába, és Moszkvába színésznő lett, de már akkor kitalált magának ilyen nem létező népek szövegeit és dallamait, és énekelgetett. Akkor ez neki olyan volt, mint egy álom szabad idejébe, és most 47 évesen ő nagyon örül, hogy végre az, ami a lelkében volt egész életében, most van lehetőség ezt megmutatni az embereknek. És most szerintem hallgassuk még egy számot. Egyébként Fix Rádió vagyunk a 98 MHz-en, és a telefonszámunk 463-43-13. Bárki, aki szeretne feltenni kérdést, az telefonáljon. East.
Tehát újra jó estét kívánok, ez itt a pszichedelikus kert, vagy a nevezzük, ahogy gondoljuk. Vendégünk Sztyepanida Borisova, Szibériából, szibériai énekesnő. Lehet kérdezni a 463-43-13-as telefonszámon, és én most megkérdezem tőle, egyébként még egyszer elnézést a rossz minőségű felvételért, ez a zene egyszerűen nem létezik még más felvételen, mivel nincs még kiadva. Megkérdezem a művésznőt, hogy hogy van ez nála, hogy ennyire más zenékhez is vonzódik, ez mondjuk nem tartozik a népzené, nem népzenébe. Ez a zene, amit most hallgattunk. Вопрос, как у вас получается так, что такие разные музыки вы себе совмещаете? Дело в том, что у меня нет своих музыкантов. Поэтому с кем, кого я встречаюсь, с тем и пою прямо сразу, без никаких репетиций, прямо импровизации я всегда пою. Я прошу музыкантов, играй для меня что-нибудь такое, mm-hmm. и я буду петь. И сразу он что-то играет, и я сразу на сцене так пою. Вот фестиваль у нас есть в Якутске, Табык называется, вот mm-hmm. как вот здесь написано. И вот там я всегда прошу ребят, пожалуйста, для меня играйте что-нибудь, я спою. Вот так и я в фестивалях там пою. А вот это вот сейчас, которая песня сейчас была, это из Германии Хубель Грайнер отправил свою музыку, чтобы я пела. И у меня нет ни дисков, ни кассет. Вот впервые с Хублем будет у меня, возможно, диск. Я очень надеюсь, я очень хочу это. Tehát neki nincs saját zenekara, mivel, ahogy mondtunk, egyrészt nem egy profi énekesnő, hanem teljesen más a szakmája, és ezt hobbiként csinálja, és nem is nyomul ebbe a kérdésbe, hogy legyen valami eredmény. Nincsenek zenészei, ezért örül mindenkinek, akivel zenélhet együtt, és ez nem azt jelenti, hogy nem válogat, hanem az, hogy számára nincs határ a zenék között. Ez, ami most szólt, ez egy nyers változat, egy német zenész, Hubel Greiner, pravilne govori, küldött neki zenét, és kérte őt, hogy énekeljen rá. Na most ez lett per pillanat, és nagyon várja, hogy legyen ebből CD. Egy másik lehetőség, ami nyílik előtte évente, ez a Tabik nevű fesztivál, zenéfesztivál, ami Jakutiában, Jakutskban van minden évben. És most erről a fesztiválról a Jaltál zenekarra együtt halljuk a Sztyepanida Ilinisnát énekelni CD-ről, kérjük szépen. Oh.
X Rádió 98 MHz.
Vendégünk Sztyepanida Boriszova, szibériai jakuti énekesnő, színésznő, aki itt van a Hungarokarot fesztivál meghívásában. Csütörtökön lépett fel a Lágymányosi Közösségházba, egyébként még tart a fesztivál, ma van a záró napja, és nagyon érdekes zenekarok, zenészek voltak, és még lesznek. Most megy a Kis Erzsi zene, és utána lesz a Schizmatics holland zenekar. Sztyepanida Ilinicsnál lesz hallható és látható, akit megfogott ez a nagyon különleges és nagyon mérő jövő zenéstílus. Holnap, hétfőn, aztán kedden és szerdán a Fono Budai Házban, Budai Zenéházban, Fono Klubban. Minden nap, tehát hétfőn, kedden és szerdán, 2-től 6-ig az úgynevezett workshopokat tart, vagyis tanít mindenkit énekelni az ilyenfajta énekre, akit ez a dolog érdekel. Что будет завтра, послезавтра и в среду? Расскажите, как вы планируете это? Я планирую, что вот якутская песня, вот таюки, есть вот чисто характерная, чисто национальная, кылыхак называется. Песнях. Вот сейчас я спою немножко. Называется чисто фольклорный тоюк. Megmutatja, hogy például mit fog holnap énekelni. Egyfajta jakuti népzenés stílus. Mindjárt megmutatja. Женщина поет о своей жизни, о своей любви. Egy asszony énekel a saját életéről és a szerelméről. Очень долго петь и рассказывать то, что ее волнует, то, что с ней было. А вот, Эмиль, ты слышишь, там немножко слышно колысахи. А это... В народной музыке тоже есть. И у вас есть тоже, по-моему, немножко, да? Степанида Борисова от Хойокенекени Якутия был.
eredeti jakuti népdalokat, és azt mondta, hogy ezt így lehet folytatni, ez egy népdal, ami nyitott, tehát ezt lehet énekelni nagyon sokáig, és felhívta figyelmünket azokra, volt saját kifejezése erre, nem tudom, hogyan nevezem ezekre a részekre, amikor feldobja a hangját. Hasonlóképpen énekelnek Bulgáriában is a nép énekesek. Да. Я хочу немножко вот этому колсаху завтра, послезавтра немножко учить и некоторые упражнения да, делать. Tehát ezt a fajta zenés stílust szeretné tanítani hétfőn, kedden és szerdán a Fono klubban 2-től 6-ig. Akit érdekel, az menjen el szerintem. Már aki nem tanul zenélni, hanem látja és találkozik ezzel a nővel, az már nagy élmény. Расскажите что-нибудь, у нас есть еще 5 минут, расскажите что-нибудь про свою родину вкратце. Да, да, я бы хотела, что такое вот Сахасиря? Так. Все говорят сибириан, но это вообще понятие, и после Урала все это Сибирия, а мы еще дальше, 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 где минус 50, 60, а самом-самом главном точке иногда бывает 70 минус градусов зимой, где очень холодно, а летом плюс 40 градусов. Плюс 40. Да. Kértem, hogy meséljen egy kicsit a hazájáról. Azt mondta, hogy Szibéria, mindenki ezt Szibériának nevezi, náluk ez nem így van, mivel általában úgy veszik az emberek, hogy ami Urálon túl van, az mind Szibéria. Hát ő még Szibérián túl is lakik. Jakutiában ez az egyik leghidegebb hely a Földön, és legdurvább. Azt mondja, hogy vannak helyek, ahol télen mínusz 70 fokig lemegy a hőmérséklet, és ugyanott nyáron plusz 40 fok van. Вот где холодно, может поэтому там очень чувствуется отношение людей друг к другу. Там ты один не выживешь. Надо всегда вот друг друга поддерживать. Вот это самое главное. Хотя мы там как будто очень далеко живем, но мы все равно там. Вот они не могут представить себе, где мы находимся, а мы там, сидя, все, весь мир чувствуем, как будто вот они рядом. Я удивляюсь, когда о нас они не знают. А я знаю о венграх, там далее, далее. О всех я знаю, и мне интересна культура ихняя, музыка, все, все, все. Ilyen helyen az embereknek nem könnyű élni, és csak úgy élhetnek, ha egymáshoz tartoznak, és ha vannak barátaik, ha egymás segítenek. Teljesen másfajta emberi kapcsolatok vannak ott, és teljesen másképpen érzik magukat az emberek Jakutiában. És ő ott ülve átérzi, és érzi az egész világot, a világ többi népét is. És ő csodálkozik, hogy amikor ide jön, egyébként sokat turnézik, Európában volt, Amerikában, és más helyeken is, csodálkozik, amikor találkozik emberekkel, akiknek teljesen furcsa az elképzelése arról az országról, honnan ő jön, mert ő úgy érzi, hogy ismeri a magyarokat, ismeri az amerikaiakat, a franciákat, teljesen közel érzi őket magához. И мой народ очень гостеприимный, всех очень любит. Если к нам приезжают, летом у нас бывает праздник национальный Исых, когда вот лето все, после зимы, после холода, туман, ничего не видно, да? А потом летом солнце появляется, весна, ой, это капли, это солнце появляется, и все, тепло становится, все поет, все хорошо. И якут уже праздник себе делает Исых, и поет Осохой. Вот праздник такой. И вот особенно очень радуются, когда вот гости приезжают. Пусть к нам едут туристы. Что такое Якутия, знать. Очень интересно. Сейчас там у нас и эти могут приехать, ну, как называется, ну, которые экономически можно связаться. А, экономически связаться, да. Понятно. Ezzel kapcsolatban Sztepanida Ilinicsna mindenkit vár Jakutiába, hogy mindenki menjen oda, lássa azokat az embereket, hogy milyen vendégszeretőek,
és győződjön meg róla, hogy, hogy nem másfajta emberek élnek ott, és attól, hogy gazdaságilag el van maradva, ez még nem jelent semmit. Be is mutatott röviden egy éneket, amit a jakutiák a tavasz és a melegség ünnepén éneklik, amikor örülnek annak, hogy vége a hosszú télnek, és nyár van, ez azt jelenti, hogy már olvad a hó, meleg van, süt a nap, és ilyenkor össznépi ünnepségek vannak. Хорошо, можешь спеть что-нибудь последнее и потом попрощаемся? Да, ну хорошо. Я это по-якутски сказала, ладно. Оларуа качуга сыкса одулахы ака охох уотун тугуда тугуда сарамы ака умонока тыла солатате тогою ака Испытен уотинь селях Теленюгер джалла курудок сана Потак анал бете ан сине бир бу олох путугар ситим мен эспет жолахабя Сыкса одулах ака охуоту. Köszönjük szépen! Спасибо большое по-венгерски. Köszönjük szépen! Aha. Köszönöm, Emil, что ты меня пригласил. Спасибо, что пришли. На пасашок, что предложите с этого диска поставить на прощание? Я бы очень хотела, чтобы слушали эвенкийский ансамбль. Называется «Седя». Так, это 11, да? 11-й, и вот наверху есть. Akkor most a csukoti sámán 11-es számot kérünk szépen. 11-es számot kérünk szépen.
és ez a egyébként, de jó lesz, a Csukoti Sámán dala. Oof.